Mi, во-первых, приятно. Nagyon örülök, hogy újra Magyarországon vagyok. Mindig nagyon szívélyes fogadtatásban részünk. A programunk egy részét oroszul, illetve óegyházi nyelven énekeljük. Ezt még az orosz anyanyelvű közönség sem mindig érti meg. Ennek ellenére a magyarországi hangversenyeken úgy érzem, hogy az előadásunk üzenetét érti és átérzi a közönség. Ez számunkra felemelő. Kórus feladata és fő tevékenysége alapvetően az, hogy az ősi egyházi énekeket úgymond restauráljuk. A mai koncert programja nem úgynevezett szent ének, hanem zeneszerzők által megalkotott kórusművek az egyház számára. Például, ha nézünk egy szent ikont, amit Rjubjov vagy Stefan Grieg alkotott, és összehasonlítjuk más festők vallásos témájú képeivel, szembetűnik a különbség. Az ikonokat szent életű szerzetesek szüntelen imádság közepette alkották. Nem is tartották magukat művészeknek, hanem az isteni rendeltetésnek tettek eleget. Ha rátekintünk egy ikonra, lelkünk közvetlenül a mennyei atyához emelkedik. Ha egy festőművész fest egy vallásos témájú képet, azon kívül, hogy látjuk rajta Krisztust vagy a szűzanyát, felfedezhetjük az alkotó személyiségét, egyéniségét, saját vallásos érzelmeit is. Ezek a képek nem szentelik meg az embert, mert az alkotó nem tud a földi dolgokról megtisztulni, míg az ikonok ezek nyomatesek. A transzcendens erőket képviselik, és katartikus élményt nyújtanak a szemléletnek. Ugyanúgy az ősi szentének alkotói sem tekintették magukat zeneszerzőknek. Nem találtak ki semmi újat, csak a hagyományt folytatták. Mint az ikonok festői, a szentének szerzői is általában anonimek. Úgy tartják, hogy az ikonfestő kezeit is számtalan előző generáció vezeti. Ezért is kizárt, hogy az ősi egyházi énekeknek konkrét szerzője legyen. Amikor az emberek nyitott szívvel, lélekkel belépnek a templomokba, elmélkedni, imádkozni, nagyon fontos, hogy milyen hatások érik őket. Csajkovszki és Rachmaninov nagy zeneszerzők voltak, de lelkük nem volt tiszta a földi szenvedélyektől, a bűntől, és ez mind a zenéjükön keresztül a mi lelkünkbe is bekerül és hat rá. Egy dolog, hogy koncerten vagyunk, ülünk, hallgatjuk a zenét. Talán megeszünk egy csokoládét, senki nem haragszik meg érte. Más dolog, hogy a templomba kizárólag imádság miatt megyünk, és nem azért, hogy hallgassuk Rachmaninovot vagy Csajkovszkit. Az ősi énekek, amik kolostorokban születtek, visszanyúlnak a bizánci egyházi hagyományokra. Oroszország a 11. században vált keresztényé. Kezdetben a templomokban görögök énekeltek, és Oroszország teljesen elfogadta a bizánci kánont. Tehát természetesen a zenei nyelv görög. A tudósok úgy vélik, hogy az orosz ortodox egyház liturgikus zenéjében tükröződik az ős bizánci hagyomány. Évszázadok során a görög egyház zenében nagy változások, reformok mentek végbe, míg Oroszországban sokkal konzervatívabban viszonyultak a liturgikus ének hagyományaihoz, amit szájról szájra adtak át. Ezért is szeretném hangsúlyozni, hogy a koncert programját nem kizárólag egyházi, szent énekekből állítottuk össze, hanem híres zeneszerző kórus műveiből is válogattunk. Царевне нашему Богу.
Baby.